több tucatnyian gyűltek össze szombat este a tiszanagyfalui polgármesteri hivatal előtt. Aznap adták át ugyanis az önkormányzat megújult épületét. A községháza még az 1800-as évek végén épült. Most 36 millió forintos Európai Uniós és állami támogatásból megtörtént az energetikai felújítása, amely több munkálatot takart. Külső szigetelés, nyilászáró cseréket, fűtéskorszerűsítés, villamosenergia korszerűsítést, és az egyéb felújítást azt saját forrásból kellett megvalósítanunk, mivel az épület az 1895-ben épült, évtizedek óta nem volt felújítás jellegű munka rajta, és most itt volt a lehetőség, és az önkormányzatnak a gazdálkodása, eredményes gazdálkodása lehetővé tette, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A belső rekonstrukció festést, tapétázást, parkettázást és járólapozást foglalt magában. Emellett megújultak a vizes blokkok, személyzeti konyhát és egy akadálymentesített mosdót alakítottak ki. A mozgáskorlátozottak számára egyébként könnyebb lett a bejutás és az épületen belüli közlekedés. A közel 2000 lakosú településen nemrég a fogorvosi rendelő is új köntösbe öltözött, és iskola fejlesztése is sor került. A térség országgyűlési képviselőjének bejelentése szerint pedig hamarosan az utakat is rendbe tehetik. Elmondható a választókerület egészére, egy Tiszanagyfalul és az utak, belterületi utak, külterületi utak, bekötő utak megújítására nagy szükség lenne. Örömmel jelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt a kormány bejelentette, hogy 2024-ig mintegy 3200 milliárd forintot fordít a kormány, tehát ez hazai forrás alapvetően közútfejlesztésre. Ebben vannak alsóbrendű utak, vannak külterületi utak és vannak belterületi utak is, hiszen ma is működik a belügyminisztériumnál egy pályázat, amely 15 millió forint értékben lehet forrás szerezni önkormányzati kezelésű belterületi utak megújítására. Más fejlesztés is várhat Tiszanagyfalura, bekerült ugyanis a júliusban élesedő falusi csok keretében támogatott települések körébe. Egyébként sokan nem tudják a községről, de 1945-ben először itt osztottak földet az országban.